reggelt, fiúk és lányok, ez itt a Cubefon Studio legújabb adása, és folytatjuk a Silver to Goldot, amiben nem állunk tökéletesen, ugyanis a legutóbbi felvétel óta játszottam még egyet, és elvesztettem azt a maradék 11 pontit is. Egy Janna support volt, és hát nem voltam én se jó, de mondjuk senki más se. Top, meg a dzsungeles úgy elment, de hát a midesünk semmi kill nem volt, semmi farmja, ADC-nek se nagyon. Az a baj, hogy a Pantheon volt a dzsungeles, az elvitt elég sok killt, amit a ADC is secure-olhatott volna. Így hát nem volt könnyű dolgunk, és hát ki is kaptunk végül. Volt egy Nasus az ellenfél csapatban, ahol hát elég scale-elős lett a végére. Oda bedobunk egy Wardot, csak hogy ne lepjenek meg minket. És igen, megint TPA Ezreal-lel fogok tolni. Ez azért van, mert egy Blitzcrank support van, és azért még vele egész jól el lehet menekülni, hogyha el is kapnak. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ez így még jó is lehet. Full AD Nasus. Na, az nem egy jó dolog. Ne, meglátjuk, hogy mi lesz. Már rég Ezreal-eztem, úgyhogy nem vagyok magamban 100%-ig biztos. Mindenesetre van az ellenfél csapatban egy Jarvan, akinek viszont Fnatic skinje van, úgyhogy ez most egy TPA Fnatic mérkőzés lesz. Hopp, hopp, hopp. Jó, csak biztosra mentem. Szóval igen, a csapatban úgy néz ki, hogy van egy top Nasus, egy Jax top ellen. Aztán van mi dzsungelbe egy Sejuani nálunk, náluk pedig egy J4, egy Jarvan. Jó, az is maga. Aztán minden van egy Diana és egy... Hopp, az miss. Diana és egy... Jó, Katarina nálunk. És boton vagyunk miss, én és Sona, meg... Hú, erre hogy hívják a csajt? A Blitzcrank, meg a... Hoppa, mi, hova futsz? Ne fuss olyan messzire. Hogy hívnak téged? Queen, tényleg, úgy. Queennek hívnak. Hát ezt most elég... Nem hittem volna, visszarántja még a Blitz, és azért ráflasheltem a Sonára, de végül is túléltük mind a ketten. Úgyhogy nem volt olyan vészes. Most már van menekülési skillem is, úgyhogy nem leszünk nagy bajban. Ugye a Sona most csak engem akart védeni. Fenébe. És nekik még ott a healjük is. Mert ő volt közelben. Nem tudom hitni a minionokon keresztül, nem tudtam ütni a, hogy hívják ott. Nem akarok rájuk menni nagyon. Hopp, azt eltaláltam? Igen, eltaláltam. Akkor azt akár meg is tudnám ölni, hogyha... Szerintem itt van a bokorban azért még a Blitz. Ne szopvas! Picsába. Nem baj, legalább a Sonának sikerült valakit elvinnie. Én meg nem követtem magamat a kamerán, voltam olyan hülye. Vissza kéne lassan zsalnom. Nem, az nincs meg sajnos. Szóval az a lényeg, hogy a... Pont az, mint az előző meccsben nem volt, az, hogy a Nasus-t kell feedelni. Jó, az befussoltuk, de most szerintem hazamegyek gyorsan. És tudok venni valami ilyesmit.
Sőt, nem is. Ilyenre megyünk. Ez észszerűbbnek tűnik. Elsőre. 2-3. Na nézzük ezt, hogy mi történt, mert nem figyeltem. Egy Nassus skill, az tökéletes. Egy, igen, az nálunk volt. És 2x6 a Szecsuáni. Ami valószínűleg annak az oka, hogy a Nassus meg killeket is, killet szerzett. Jó, azt mondja... Sonának exhaustja van. Igen, innen eltűntek. Na, akkor... azt a minion-t el kéne érni. Jó, megvan. Most nem szabad hagyni megüssön minket. Jó, eltűnt. Jó, megvolt, gyönyörű! De jó! De jó volt, hú. Azt hittem megint elmenekül. Az lett volna még szíves. De úgy látszik az E pont elég volt meg egy basic attack, úgyhogy hú. Hú. Ez most egy kicsit hirtelen jött. Na, egész szép damage van. Az a baj, hogy nem jön a kövi minion ré. Azt hittem, hogy beleszünk pusholva a toronyon, ami egy Ezreal számára maga a vég. Körülbelül nehéz farmolni torony alatt, főleg ha sokan vannak. De egyelőre nem vészes a farm, és még killem is van. De lassan jönnek azok a minion életek lefele. Jó, visszajöttek. Jarvan genkre vigyázni kéne. Milyen van? Megvan? Már nem, pikexe van. Jó, az csak tippelget. Jó. Akkor nem pusholunk most, mert jön be valaki. Ó, majdnem mindent eltalálok minion-t, ez tök jó. Aj, azt most kiadtam sajnos. Kicsit sok volt a caster minion. De ez megvan. Nagyon jó. Azt mondja, a toppunk nem áll top helyzetben. Tip-toppul. Jó, inkább elugrunk, nehogy itt baj legyen. Jarvan miden van, szóval... egyelőre azért nem kell... azzal nem kell vigyázni egyelőre. Katarina hogy áll? Farmja van, 2-0-ban, 0-2-ben, az nem jó. Bad at all. Too bad. Azt mondja, pedig elvileg Diamond, csak Smurf. Hopp, hopp, az nem jó. Az igen, az hirtelen jött. Wow, igen. Haha, meg... Ez muszáj volt. Annyira itt maradt, hogy ez muszáj volt. Egy flash-t még meg is ért szerintem. 300-zét kaptam érte. Manét. Meg egy potit azért veszek. Hogy áll a csaj? Igazából farmilag egyenlőek. Mi pedig... 60... jobb nálam sokkal farmban. Bár mondjuk neki van egy jó wave-nyi előnye most.
Az nem lesz meg. Áh, igen, pont nem. Most viszont elvileg nőtt egy kicsit a damage-em azzal, hogy megvan a sín. És az elvileg még jó is lesz. Hát mikor nem jó egy lag spike, az sosem jó. Egy power spike, az mikor nem jó. Jó, tehát abba a bokorba van, vagy ott hátul. A szép volt amúgy ez a húk a Blitz-től, amit a Sonára dobott itt elő. Az gyönyörű volt. Jobb, megvan a nagy minion. Az is megvan. Az is megvan, neki műje van? Pickaxe még mindig csak. Tudj, akkor hopp. Igen, ezért jó az Ezreal a blitzelem, egyszerűen olyan gyorsan ki tudsz jönni a damage a areából, amit itt... Tehát nincs ideje az ADC-nek rám fókuszálni. Jó, az szerencsére ma miss volt. Tényleg az új Blitzcrankkel nem is toltam még azóta, hogy itt volt egy újítás rajta. Ki halt meg megint? Katarina. Oh my god. Hogy lett Diamondos ennyire rossz? Ó, egész szép damage-em van így basic attack-kal meg Sheen-nel együtt. Benyomok egy potit méne. Nem vagyunk ilyenek. Elvittek egy sárkányt. Az nem jó, az azt jelenti, hogy itt van valahol. Mikor lesz a Codrake? Azt mondja, 18 körül. Az legalább megvan. Na még egyet! Nem, de azok megvannak mind szerencsére. Gyönyörű. Good job. Az nagyon jó volt, az nagyon szép volt. Még nekem is sikerült egyet elvinni, ez tökre megérte igazából. Good job. Az a baj, hogy nagyon korán nyomtam ezt el, ezt nem kellett volna. De, fönt a toppon 3-0-ba vannak. Micsoda damage, az a flash viszont fail volt szerintem. Ő sem így akarta. De igazából... Csak a Katarinnál na, ennyire 0-4-be. De igazából amíg 4-0-ba van a Nasusunk, addig nincsen probléma. És ugye ezt mind egyedül csinálja nagyjából, mert sok segítsége. Tehát mondjuk biztos kapott valamit, de... És 3-1-be vagyunk, ők pedig 3-2-be. Ő is ott van még azért a táblám. Nem kehült le. Igen, ez az, imádlom. Azt a micsoda damage volt az. Ne féljetek, van itt még heal, van itt még heal. Ott viszont van baj. Bajság bőven. Van ultim, csak nem látom, hogy hol van ez a szép ember. És túlságosan mozog. Az mi lesz? Fenébe. Nem, ó, majdnem jó. Fenébe! Ne! Hogy ment az mellé? A fenébe. Kicsit túltámadta magát szerintem az a szonom, mert... Jó. Oj, de jó, betalált a király. Csak ő ne találjon be. Jó, egész jó damage-e vannak az Ezreal-nek. Kicsi a range-e, de viszont a kukkal együtt, opp, igen, most futunk, azt hiszem. És van egy kékem, oh, van egy kékem, hát akkor spammelhetem a skilleket össze-vissza. Ahogy az nekem jól esik. Ójaj. Oh,
Ja, végül is akkor így nem ment fölösbe se az izém, az ultim sem, mert megöltem végül a Jarvent vele. Elég butaság volt, hogy itt mahat. Jó, eltaláltam azt a miniót, akit akartam. Itt van még egy Jarvan. Szeretné vissza a kékjét valószínűleg. Tehát minél hamarabb nyomom az Ezreal igazából el az ugrást, amikor a Blitz elkap, annál jobb, mert annál messzibbre tudok jutni szerintem. Itt van egy Jarvan, és nem akarok addig nagy akciókba lépni, amíg... Ebben nem vagyok biztos, hogy nem igaz. Jó, nincs ott. És innen meg hiányzik valaki. Konkrétan az ADC. Kíváncsi, hogy tudok-e carryzni. Mert egyelőre carry pence van rajtam, meg a... Hoppá, ott van egy izé, probléma. Ó, oh, hogy ment az mellé! Jaj! Triple kill! Jaj, de jó! Jaj, de jó! Jaj, de jó jött ez ki, nem tudom, hogyan jött ki. Azt nem tudom, hogy vittem el azt az embert. Minionok? Lehet, hogy a minionok. Jaj, de jó jött ez ki. Istenem, 8-2! Hú, na akkor most kell okosan építeni. Infinity Edge. Lesz olyan damage-ünk itt, hogy... Hú, ez de jó volt. És ezt felvettem, remélem. Felvettem. Felvettem. Nem kell hozni a kamerát. Na, 8-2 nagyon jó. Igaz, hogy elmentem én is. 6-3-ban van az ADC-jük azért. Ez nem rossz azért, nem szabad ezt elfelejteni, hogy az kifejezetten nem rossz. De 7-0-ban van a... igen, 7-0-ás. És van, hogy áll a stack-ekkel? Ja, azt most rosszra nyomtam rá, úgyhogy azt nézhetem. Jó, kapott egy killet. 300, azért kifejezetten nem rossz. Azt megszívtuk, azt hiszem. Hopp, eltaláltam! Low HP-s. Van reflex is, az is jó. Nincsen az ugrásom, óvatosan. Jó, az végül is nem rossz. Elég low HP-n voltam, úgyhogy... Ezt vigyük el is utána. Jól van. Ezt is túléltük. Most már tényleg el is vihetjük. Nagyon fincsi. Ebből még a végén győzelem is lehet. Triple kill. Miért kell reportolni a szonát? Jó az. Egy kicsit hátrább jövök azért, mert... De közben itt... Ez csak így tolja a tornyokat. Eszi őket. This way.
Oh, két pickaxe-em van, az nem jó, várjon. Inkább ezt akkor így. Miért, hogy elakadt a 3-6-ban van? Azért azt nem hívnám Kerrynek. De majd mindjárt azt mondja. Nem vett, hogy hívják ott. Az badarság volt. Valószínűleg ide jön fel a Diana, mert nincs ide lönt. Jó, azt pusoljuk be igazából. Kettőt lehozott egyedül, az igen. Ultit nyomott? Valószínűleg igen, mert nincsen most. Jó, ez a torony megvan. Valahányszor Ezreal-le játszok, egyszerűen nyerek, hihetetlen. Pedig nem játszott rosszul az ellenfél. ...nak a botja. Én is átjövök itt. Kicsit megcsonkítottuk ezt a turretet is. Just for sure. Az is megvan. Igazából visszük a meccset. Hogy áll? 11-be van, én meg 10-be. Ott a boton van, buli. Itt van blue buff, nincs blue buff. Ha látnám, hogy hol van, még ultit is nyomnék rá. Nem biztos, hogy ki tudna térni alőle, de inkább most már hagyom, mert beért a torony alá. Jó, halott vagy. Már pénzt se kapok érte. Jajaj, viszont azért meg fogok halni. Futás! Júj, de gyönyörű volt! Na jó, ez szép volt egyszerűen. Tizenkettő. Ötszázat damage-el a Kulm, az nem rossz. Ott viszont van egy kis... van egy kis buli ott. Akartam mondani volt. De úgy látom, hogy már késő. Haza kéne menni, van 2000 goldom megint. Azt mondja, az még egy perc. Kinek? Nasszusznak? Igen, hát... eléggé magára hagyva után úgy látom a... Jó, és veszünk neki. Hát végül is vegyünk egy ilyet, miért ne? Bár nem a basic attack-ok általában a legszámottevőbbek itt az Ezreal számára, de azért mély ne. Az is néha kell. This is stupid makes sense in bronze. Azt mondja, ezt elvisszük, ezt a szép piros nagy fát. Vulkánt, nem tudom mi az. Olyan, mint egy magma. Az elég vajon? Elég jól van. Megyek föl. Ez meg full tankra épített a végén, szinte full tankra épített. Adott magának ghostot, nem hozott, flash-t hozott, meg ignite-ot hozott. Az de szép volt.
Segítettem. Fuck off! Fuck off! Elrontottam, annyi de... Szóval annyi stunt kaptam, hogy meg se tudtam mozdulni. Azt mondja, akkor következő... Szerintem megyünk egy ilyenre, vagy ilyenre? Ki tudja? Ez ad még cooldown, de nem kell igazából cooldown több. Úgyhogy szerintem mehetünk egy ilyenre. Egy... Az igen! A fél életét majdnem levitte. És mennyit visz a toronyból le? 500 asztekje van azóta. Na, igen, hagyták farmolni rendesen közben. Azt mondja, hogy eladom ezt, meg tudom venni ezt. Majdnem meg tudom, nem ezt, ezt. Meg tudom venni. Akkor most rendezkedünk egy picit. Oda, amoda. És indulás. Még a szonánknak is van damage-e. Nem is kicsi. Igazából még... A pékerinek is elmenne. Shutdown, jó. 6-8, elkezd visszajönni. De mondjuk én vagyok 12-ben, ő van 12-ben. Mondjuk a Nasus csak egyszer halt meg. Irigykedem egy picit Reya. Igazából csak figyelni kell, hogy ne jöjjenek a seggembe. De szerintem annyira nyomják ott azt, hogy ide se fognak tudni figyelni. Jep, ez is megvolna. Az a baj, nincs még lifesteal-em, és most fél élettel fogok oda menni. Mondjuk van heal-em, annyi jó van az egészben. Aztán majd ugyan már elkéstem vele. Oh, micsoda damage! Jopá, ez így nem volt jó dolog, hogy itt maradtam. Egy kicsit benéztem. De az a damage az mi volt? Ugrás meg az együtt így eltűnt az ember. Szóval az ingyen karakternek múlt heti sorozatában benne volt Azir, és most őt próbálgattam, azt hiszem, 3 meccsen keresztül. És egyszerűen borzasztó jó karakter egyszerűen. Lehet, hogy a végén 4 meccs volt. Nem, 3 egyen vesztettem, egyet nyertem, és egyszer meglaggoltam. Igen, és borzasztóra élveztem. És mind a kettőbe carryztem, igaz, hogy az egyiket nem tudtam a végén lecarryzni. A végére, de a másikat sikerült. És az ilyen a killing spree-s embereket öltem úgy, hogy közben viszonylag csak farmoltam a lénen, és eléggé torony alá voltam szorítva. Úgyhogy vicces, az ultiával egyszerűen mindig beszututtam őket szorítani toronnyal, és akkor kapták a toronyhiteket, és esélytelenek voltak. Úgy látom, vége van a meccsnek. Úgyhogy majd Azir is fölkerül az étlapra, remélhetőleg, bár most ugye ez viszonylag drága. És most Oriannára vagyok nagyon rákattam, akit meg akarok venni először. És az olcsóbb is, meg közelebb is van. Minden esetre hát ez lett volna így, mindjárt megnézzük, hogy mennyi pontot kaptunk erre. Most nullán van, úgyhogy nem látni fogjátok, hogy konkrétan mennyi. Aztán reméljük, hogy hamarosan... Na, most elvileg megcsináltam már, igen, most már megcsináltam, csinálva az izé. Látjátok, tisztán és értető, 23-at kaptunk, körülbelül ugyanannyit azt hiszem, mint múltka. Úgyhogy ez volt az első meccs ma. És végül 13-4. Úgyhogy nem volt egy rossz kör. A Sona is viszonylag jó volt. Kéne is adni neki egy ilyen helpfult. Ő kap egy teamworkot. Ő kap egy friendlyt. Ő meg nem kap semmit, mert annyira nem tett sokat hozzá a játékhoz. Minden esetről. Igen. Na. Hát akkor ez lenne, ezzel a képpel búcsúznék. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Előre is köszönöm, ha lájkoljátok. Előre is köszönöm, ha feliratkoztok. És ennyi, azt hiszem. Úgyhogy köszönöm szépen a megtekintést még egyszer. Csak így tovább, srácok, és sziasztok!